előadás címe, hogy minden gyermekkel egy új világ születik. És azért érdemes ezt komolyan venni, mert mindenki azt szeretné, hogy megváltozzon ez a világ. Ugye mindenkinek már szorít, fáj, szúr, azoknak is, akik állítólagos haszonélvezői ennek a világnak, tehát itt az ideje, hogy összedőljön, megváltozzon, csak az a gond, hogy helyette kéne valami másik világ. Most ezt a másik világot, ezt el kell ültetni és föl kell nevelni. És a gyerekeink által lehet ezt. Tehát mi már nem tudunk úgy gondolkodni, olyan tiszta képeket sugallni, hogy komolyan változtatni tudjunk ezen a világon. Tehát annyira a fejünkben van ez a ezt nem lehet, az nem lehet, kicsik vagyunk, kellemes kikapcsolódást önöknek és mobiltelefonjaiknak. Tehát az a helyzet, hogy az utánunk következő generáció az, amiben kéne fektetni az energiákat. Hihetetlen sérülésekkel születtünk a világba, és ezeket a sérüléseket adjuk át a gyerekeinknek. Ugye ez egy törvény, ez egy természeti törvény. Gyermekeink követnek minket a sérüléseinkbe is. És ha mi ezeket a sérüléseinket javítjuk, akkor nekik van arra esélyük, hogy ők már nem ásztanak bele. Ha nem, akkor így jártak. Van egy nagyon fontos könyv, természetesen nem lehet kapni. Én nem tudom, miért van ez, hogy a fontos könyveket nem lehet kapni. Ennek az utolsó mondatát felolvasni. Az ember arra vágyik, hogy szeressék, annak hiányában arra, hogy csodálják, annak hiányában arra, hogy féljék, annak hiányában arra, hogy gyűlöljék és megvessék. Mindannyian valamilyen érzést akarunk kiváltani másokban. Az ürességtől a lélek megborzong, bármi áron kapcsolatot kíván teremteni. És gyakorlatilag ez a kulcsa a gyereknevelésnek, és ez a kulcsa annak, hogy mitől sérülnek a gyerekeink. Ugye tele vagyunk figyelemzavaros gyerekekkel, mert ezek a gyerekek nem kaptak elég figyelmet. Tehát mindent, az egész figyelmüket arra fordítják, hogy kapcsolatokat építsenek ahelyett, amit nem adtunk meg nekik, stb. Tehát én ma azt szeretném, hogyha egy kicsit átnézünk ezt az egész folyamatot, a fogantatástól egészen a gyereknevelésig, ami ugye 21 éves korban fejeződik be, és körülbelül megnéznénk, hogy hol követjük el a hibákat, mert onnantól kezdve ezeket lehetne javítani. És kell is javítani. Tehát az első az, hogy egy lélek kinézi magának a szülőpárt odafönn, hogy én ide szeretnék leszületni. Na most mi alapján? Nyilván, hogy a feladat alapján, tehát hogy mit akar ebbe a világba, ebbe a kiküldetésbe megtapasztalni. Ez az ötsérülés, ez arról szól, arról az ötsérülésről, amit odafönn eldöntünk, hogy mit akarunk megtapasztalni és mit akarunk javítani. Van egy olyan sérülés típus, ami már anyaméhen belül megvalósul, ez az elutasítás. Tehát ez, amikor nem várják a gyereket, vagy más nemű gyereket várnak, mint amilyen a világra jön, és akkor elutasítják őt. Most ez a legdurvább sérülés, ez időrendben is, ez az öt sérülés így működik. Na most, amikor sérülünk, akkor próbáljuk elkerülni a többi sérülést, úgyhogy maszkokat elkezdünk maszkolni. Tehát elkezdjük magunkat állarcok mögé dugni. Az elutasítónak a maszkja az a menekülő. Tehát ez az ember, akit nem várnak, az egész életében menekülni fog. Minden kapcsolatból kimenekül, minden függőségből kimenekül, tehát egész életében megpróbál elsumákolni. Következő az elhagyás. Ez egy nagyon érdekes sérülés. Egy olyan korszakban nőttünk föl, ahol ez a sérülése szinte mindenkinek megvolt, a születés körüli dolgok miatt. Tehát mi úgy születtünk, hogy kórházba, ugye elvettek minket az édesanyánktól, elvittek megfürdetni, oltásokat kaptunk, stb. És ezzel a körülbelül fél órával, amit nem tölthettünk együtt az anyánkkal, egy nagyon komoly sérülést szereztünk, ugyanis van a természetben egy olyan folyamat, amit úgy hívnak, hogy bevésődés, vagy imprinting. Ez arról szól, hogy az utód meg a szülő, az utód és a szülő az egy életre összesül, hogy megtalálják egymást. Tehát rögzül az illata, a tapintása, az érzet, a rezgés, minden.
És erre a születés után pár percig van lehetőség. Tehát ha a születés után az nem következik be, mert elveszik az anyától, akkor ez a gyerek ez nagyon durván fog sérülni, és a szülő is. Van egy másik könyv, ezt se lehet kapni, ez az elveszett boldogság nyomában. Ebben az az izgalmas, hogy ez a Jane Lidloff nevezetű lányka, ez Jelkána indiánok közt élt évekig, és hát megtapasztalta azt, hogy nincsenek veszekedések, nincsenek konfliktusok, a gyerekek nem sírnak, stb. És próbált utána járni, hogy miért, hogyan, meddig. És hát azt értette meg ebből a kultúrából, hogy mennyire fontos a természetes szülés, és az, hogy a gyerek az azonnal ott maradjon az anyánál. Tehát ez nagyon fontos, mert nézzétek meg az egész folyamatot, hogy működik. Tehát először ugye az anya méhen belül egy ilyen teljes védelmet kap, teljes táplálást kap, ugye megszületik a gyerek, de még mindig legalább egy fél óráig táplálást kap, mert ugye a méhlepényt régen, tehát a köldökzsinort nem vágták el. Tehát kapta a táplálást. Tehát a másik világban szinte átúszott ez a gyermek. És utána elvágják a köldökzsinort, de azonnal kapja a következő táplálást. Ugye szoptatják. És így szépen lassan, lágyan kerül bele ebbe a világba. Tehát nem ilyen stressz, hirtelen stressz sorozaton, mint ahogy most. És ez a lágy hozzákerülés, és utána az édesanyja még hordozza. Tehát régen nem volt ez divat, hogy belerakták egy ládába, vagy belerakták egy négy keréken guduló ládába, hanem az anyám volt, amíg el nem kezdett önállóan magától eltávolodni. Tehát nézzétek meg, ugye annyira jelzik a készségei a gyereknek, hogy mit tudom, mikor jön meg a tejfoga, ugye mikor kell abba hagyni a szoktatást, mikor vált fogazatot, tehát ugye mikor válik le az anyjáról, stb. Tehát ezek hihetetlen jelzések, amit egyszerűen áthúzunk, felülírunk. És ebbe sérülünk, és mindjárt sérülünk. És sajnos ez a sérülés, ez mind a két félben megtörténik. Tehát az anyában ez úgy történik meg, hogy miután nem érzi a kezébe és a testén a gyermeket, ezért úgy fogja föl a tudatalattia, hogy ez a gyerek halva született. És ez az úgynevezett, figyeljétek a mondatot, normális szülés utáni depresszió. Tehát ez egy olyan abszurdum, értitek? Tehát ami egy nőnek a legnagyobb élmény az életében, akkor depis lesz. Tehát ezek nonsense dolgok, ez már maga a mondat is mutatja, hogy ez nem lehet normális. Nem lehet normális, hogy amikor a legnagyobb örömét éli meg egy nő az életbe, akkor depis lesz. Tehát ez egy lelki folyamat, ugye ez egy biofizikai folyamat, elkezdi gyászolni. Elkezdi gyászolni, leállítja ugye a folyamatokat, egy csomó nőnek ezért nem jön meg a teljes, stb., mert leállította. Mert a tudatalattia úgy fogta föl, hogy ez a gyerek halva született. A gyerekkel meg mi van? A gyerekkel még nagyobb baj van, mert a gyereknek nincsen időfogalma. Tehát az időfogalma majd jóval később fog kialakulni, és ezt úgy fogja föl ezt az egészet, hogy a végtelenségig otthagyták őt. A végtelenségig otthagyták egy hideg ládába, valami műszálas vacakkal becsomagolva, és a kutya nem néz felé. És ez a könyv ez gyönyörűen leírja, most nem akarok idézni, nem akarom ezzel húzni az időt, de szenzációsan összerakott könyv ez is. Na, és gyakorlatilag itt jön be az a sérülés, hogy a gyerek, az meg, őt meg átverték. Tehát ennek a gyereknek odafönn azt ígérték, hogy egy édesanyja fogja, egy fészek fogja idelen fogadni, puha, meleg, barátságos, óvó, stb. És nem ez történt. Tehát ha rögtön az elején átverik az életbe, szerintetek ez a gyerek kibe fog megbízni? Nőként kire tud rátámaszkodni, kire tud rádőlni? Férfiként hogy fogja elhinni magáról, hogy ő tengely? És képes arra, hogy megtartsa a családját? Értitek? Kis hülye egyszerű dolgok. Minden nem náza technológiák ezek, hanem hülye szokások. Na nézzük tovább a sérüléseket, mert van egy pár még. Tehát akit elhagytak, az nyilván egész életébe függő lesz.
Tehát függő lesz a kapcsolataitól, a szüleitől, 40 évesen is ott fog lógni az anyja nyakán, stb. Stb. Hát nézzétek meg ezt a generációt. A következő ilyen sérülés az a megalázás. Ez általában akkor következik be, amikor a társadalmi elvárásoknak megfelelően próbáljuk itt egy éves korig szobatisztává tenni ezt a gyereket, vagy kettő éves korig, ami tök fölösleges. Most oly mindegy, hogy kicsit előbb vagy később szokik le a pelenkáról. Tehát ezek megint ilyen hülye társadalmi beidegződések. Na most akit megaláznak, az nyilván, hogy folyamatosan meg fogja magát alázni, hogy nem más alázza meg, tehát mazoista lesz. Ez lesz a maszkja. Az árulás. Ez általában ilyen kamaszkori jellegű dolgok. Kontrolláló lesz. Tehát akit elárulnak, az az egész életében kontrolláló mód. Mindent ő akar csinálni. Tehát nekem például ez a tipikus sérülésem. Egyébként azért két-hármat ilyet begyűjtünk, mert vagyunk olyan mazoisták, hogy ne egy ilyennel menjünk az életbe. Tehát én például egész életemben mindent én akartam csinálni, mert csak én tudom jól csinálni. Nem tudom, hogy ismerős ez a sztori. Én tudom jól csinálni. És az utolsó ilyen sérülés időben az igazságtalanság. Ez már ilyen megértve a világot, és megérezve a világot, néhány történet nagyon igazságtalan lenne. Na most akit az igazságtalanság sérüléseért, az merev lesz. Ez ilyen katonás lesz, a tartása, csak a szigorúan, a szabályok, stb. Stb. Tehát próbálja valahogy igazságosabbá, szabálykövetőbbé tenni a környezetét és önmagát. Na most ez azért izgalmas ez a könyv, mert látszik, hogy mi a célja ezeknek a sérüléseknek. Tehát, hogy nem azért jövünk le a világba, hogy orális szexet folytassunk az életünk végéig, hanem azért, hogy megoldjuk ezt a problémát, és mint a népmesékben, ugye, hogy főhőst felkaszabolja, mit tudom én, akárki a sötét vitéz, és akkor jön a kicsi kígyó a forrasztófűvel, és akkor százszor szebben, ezerszer fényesebben. És ez minden egyben, és ezt azért mondom, mert hajlamosak vagyunk beszopni azt, amit az orvosok mondanak, hogy ez gyógyíthatatlan, vagy amit a politikusok mondanak, hogy ez megváltoztathatatlan, stb. Stb. Ilyen nincs. Ez a lényege az életnek, ez az átlényegítés, hogy ez olyan, mint amikor eltörik a csontod, és összeforr, és ott már többet nem törik el. Tehát erősebbre forr, mint amilyen volt. És ez mindenne így van, minden sérülésünkkel így van, és mindenne így van, amin túl vagyunk, amit megoldottunk. Az ember az egyetlen olyan lény, aki át tudja lényegíteni a dolgokat. Átlényegíteni. Ez azt jelenti, hogy a rosszból jót tud csinálni például. Egyébként sajnos az ellentétére is képes, most éppen ezt tapasztaljuk meg az életben. Úgy volt tényleg egy paradicsomi világ, és akkor sikerült belőle ezt a szartömeget létrehozni, de majd ez egy óriási tanulság lesz, ha ebből újra rendet rakunk. És ez a rendrakás, az a gyerekeink kellenek, mert nekik még tiszta a képük, nincs így elszennyezve. Én például fizikus vagyok. Az egész kondicionálásom során azt verték belém, hogy a fénysebességnél nem lehet nagyobb sebességgel repülni. Én meg se próbálom, mert ez a kép van a fejemben. Tehát képtelen vagyok abban az irányba menni, hogy lehetne ilyen kütyümütyüt létrehozni. Na most gondoljátok el, ez egy példa. Hány ilyen van a gyerekeink fejében? Vagy hány ilyen van a mi fejünkben? Mert a gyerekeink fejében minél kisebbek, nyilván annál kevesebb. Mert az ő fejében még ősképek vannak a világ működéséről, az elemi működéséről. Ezt írják felül ezek a mindenféle okosságok. Az ősképekről annyit, hogy talán a legszebb őskép, és az emberiségnek is a legősibb szimbóluma, ez a köroszt, egy kereszt, ha így jobban tetszik. Balogh Peti jól összefüggált ezt a táblát, lesejön, és el is ment legalább. Megvizezem. Na, tehát az ősképek úgy néznek ki, hogy ezeket a gyerek így hozza csomagként odaföntről, és az az érdekes bennük, elég sokan foglalkoznak ilyen ősképekkel, például a Molnár B. Jóska bácsi szokott nagyon sokat beszélni ezekről a gyermekrajzokról.
Tehát a gyerekrajzokra annyit kell tudni, a legelső gyerekrajza minden gyereknek az úgynevezett firka. Tehát a szúrós, lendületes, napsugárszerű valami, ez a férfi szimbólum, ez a napnak a szimbóluma, és utána ellágyul és elkezd ilyen gomolyagot vagy gombolyagot rajzolni, fészket, ez a női szimbólum. És majd amikor ez a kettő összeér az ő kis lelkecskébe, ez lesz az első ábra, amit fog rajzolni, ez a köroszt. Tehát benne van a női minőség, benne van a férfi minőség, és a kettejük közén megjelenik az új minőség, ez a gyermek, ez a pötty. Ezért van, hogy a gyerek mindent szeret, ami pöttyös, a katicától, a labdán át, a mit tudom én még, himlőig. Tehát így jön létre a világ, és ez például a gyereknél egy őskép. És ez tényleg így működik, hogy először egy kiáradó teremtői minőség kell a világba, ami elindítja a teremtést. De szüksége van a világnak egy olyan principiumra és egy olyan teremtői részre, ami befogadja a teremtést. Tehát ugye már is ott tartunk az Atyaistennél és az Anyaistennél. Ott tartunk a Teremtőnél és a Nagyboldog Asszonynál. És ugye, ha a kettejük ki tud egyensúlyozódni, akár egy pillanatra is, akkor jön létre a közükön, látjátok? Tehát ez tulajdonképpen egy célkereszt. Ez a köroszt, ez az emberiség legősibb szimbóluma. És az arról szól, hogy amikor ennek ki tudnak ketten egyensúlyozódni, akkor tud jönni a gyerek. És ezért van ennyi meddőség ma. Tehát egyszerűen egy pillanatra se kerül szinkronba a férfi meg a női minőség. Miért? Mind a kettő kimozdult a helyéről. Nézzétek meg, ha ennek a világnak ez volt az ősi szimbóluma, ugye ez a köroszt, tehát ez a legelső ábrázolás, amit ember csinált a Földön. Talált egy lapos követ és belekarcolt egy körosztot. De most nézzük meg, hogy mi lett ebből a köroszból. Ugye az egyik szár az elmozdult fölfele és berövidült. És a szimbólumok mindent elárulnak, tehát a szimbólumok elárulják, hogy mivel változott a világ. És eltűnt a női minőség, a befogadó minőség. Értitek? Tehát ez történt a világban, hogy a női minőség eltűnt, a befogadó minősége eltűnt, és kimozdult ez az anyag, ez a szellem, kimozdult minden a szellem felé. Tehát mindent fejbe élünk meg, mindenben a virtuális valóság játszik. És semmi olyan nincs, ami leföldelni az embereket. Tehát nézzétek meg a házainkat, ahol élünk, nézzétek meg az autóinkat, nézzétek meg a 25 kV-ig szigetelő tappancsokat, amiben vagyunk, ugye? Semmi közünk nincs a Földhöz. Most ez éppen itt kihelyezett város van. Mindenben. Ugyanaz a kaja van, ugyanaz a csomagolt pia van. Értitek? Tehát és még egy történt, hogyha megfigyeljtek, ugye a bal oldal az a női oldal, a passzív oldal, a jobb oldal az a férfi oldal. Tehát a kereszt szárai berövidültek, azaz a férfi nem férfi, a nő nem nő. Ez történik a mai világban. Ha megnézitek a két alapminőséget, a férfi alapfeladata ugye ugyanaz, mint a napé, a folyamatos kiáradás, a folyamatos adás és a tengely. Tehát ő van középen a naprendszerben, ő tartja az egész naprendszer. A családban ugye ez lenne a férfi feladata. Tehát az, hogy lehessen ráépíteni. Na most a nőnek a feladata az a befogadás, a visszatükrözés, és hát gyönyörűen látszik a fészek. Na most mindenki gondolkozzon el, ne is önmagán, mert ilyet nem várok, de a környezetén vagy az édesanyján, hogy adott-e neki fészket a nőknek, két alapfeladatuk van, ez gyönyörűen látszik a rovás betűkkel, ez a M betű a rovásban, ez a mellnek a betűje, ez a lelki táplálás. A másik az az S betű, ez a sátor. Ez a lelki vételem. Na most ez nagyon fontos, hogy ez nem csak a gyerekkel szemben, hanem a környezetével szemben. Tehát a nő feladata lenne például a folyamatos lelki táplálás. Képesek erre ma a nők? A nő feladata lenne az, hogy a sátor, a védelem. Ugye minden férfi
szeretne egy nő szoknyája alá bújni 1-től 101 évesig, mert ott vagyunk biztonságban. Megadják-e ezt ma a nők? Egyáltalán van-e még olyan nő, aki szoknyába jár? És ez így viccesnek tűnik, de ha ezt az két alapfeltételt nem kapja meg a gyerek, akkor sérül, automatikusan sérül. Tehát ha nincs ideje annak a szülőnek, hogy babusgatja, vagy hordozókendőbe hordozza, vagy testi kapcsolatban legyen a gyerekével folyamatosan, az a gyerek sérülni fog. Hogyha nem kapja meg ezt a gyerek, ezt a védelmet, hát nézzétek meg, ahogy elkezd mozogni ez a gyerek, azonnal mit csinál? Elkezd mondjuk négy kézláb mászni, és mindig visszanéz, és nézi, hogy ott van-e anya, ott van-e a sátor, ott van-e a menedék, visszatudok és liszolni, ha bármilyen baj van. Na most, ha ezt az alapélményt nem kapja meg az ember, akkor egész életébe ezt keresi. És akkor ez van, hogy a párjába nem a nőt keresi, hanem az anyát keresi, mert az anyától nem kapta meg, próbálja a párjától megkapni. Akkor a párja azt mondja, hogy én nem az anyád vagyok, hagyjál már békén, stb. És ezért kéne ezeket az alapminőségeket helyre állítani. Tehát, hogy a férfihoz legyen tengely, a kimondott szava az legyen szentség, arra rá lehessen támaszkodni. Aztán a férfi feladata ugye a fenttel való összeköttetés, és a kint, a külső védelem, a külső biztonság. Ez a férfi feladata, ez a fenttel való összeköttetés, ez azt jelenti, hogy az égi törvények földi foganatosítása. Például a forrás törvény, ami a legfontosabb törvény a teremtésben, hogy minden teremtmény vissza akar térni a forrásához. Minden, amit kibocsájtasz, az vissza fog hatni rád. Például, hogy ezt megértse a gyereke. Tehát például egy büntetés olyan legyen, mint egy karmikus pofoncsapás. Érted? Ne az legyen, hogy megbüntetem a gyereket, ráadásul olyan dolgért, amit nem követel, igazságtalul, és utána föl se oldozom. Mert például egy büntetésnél nagyon fontos lenne, hogy feloldozzam azt a gyereket, ha már beállítom a sarokba. Akkor nyerje, az is egy szertartás legyen, hogy mikor fogadom vissza, stb. A külső védelemről meg már nem is beszélek. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog lenne, hogy a fizikai védelmét a családnak, akár úgy, hogy az anyagi biztonságát, akár úgy, hogy a fizikai biztonságát, ezt a férfinek kéne megteremteni. Mi a baj? Miért nincsenek ma férfiak? Nők. Miért nincsenek ma férfiak? Hadd halljam. Nem találok, ugye? Nincs kész férfi. A nők meg ezt nem bírják agyilag felfogni, hogy itt ilyen 10 évestől 100 éves fiúcskák rohangásznak az úton. Ezek nem férfiak. Ezekből úgy lesz férfi, hogy egy nő oda tudja adni magát nekik. Ugye? Beszéltünk, hogy van egy teremtői principium, és van egy befogadói principium. Tehát ha a nők képtelnek arra, hogy befogadjanak valakit, mert hát én hogy támaszkodnék már erre a férfira? Hát az anyámat is átverte az apám, az ő anyját is, az ő apja, értitek? És mennek tovább ezek a hibás minták. A nőnél nagyon fontos, hogy nő legyen, ne egy másik férfi. Mindenki keresi az ideális férfit, csak az a baj, hogy az ideális férfi nem egy másik ideális férfivel akar együtt élni, hanem egy nővel szokatlanul. De egyszer nincsenek nők, érted? Mert futnak, csípnek, rúgnak, karatéznak, célba lőnek, érted? Ezek nem női principiumok, nem női minőséget hoznak a világba. És a férfit egy nő tud férfivá tenni, hát hogy erősödik egy tengely, úgy, hogy van, aki rátámaszkodik. És ezáltal, hogy célja van, értelmet nyer az élete. Értitek? Ezáltal, hogy célja van, hogy ott van, eltartom a családomat, eltartom a gyerekeimet, eltartom az egész környezetemet, megtartom, aki rám támaszkodik, azzal értelmet kap az élete az embernek. És erre kéne odafigyelni a nőknek, hogy figyelj, ha azt akarod, hogy abból férfi legyen, terhelj rá! Vagy összetörik, akkor most derüljön ki, ne majd az ötödik gyerek után. Most. Akkor most elmegy a francba, és megvan oldva a probléma. Viszont ez a terhelés ezáltal erősödik a férfi. Ter alatt nő a pálma. És a nőknél pedig nagyon fontos, hogyha komolyan gondoljátok, hogy nőnek születtetek. A bőrkabátot azt nem tukmálják az emberek. Ti vettétek fel ezt a bőrkabátot. Azért, mert célotok volt vele. Mert azt szerettétek volna megtapasztalni,
hogy milyen megbízni a másik emberbe, milyen rátámaszkodni. Akkor most ne játsszátok már ezt az Emancipunci pártat, mert nem visz előre, sehova nem visz, sehova nem visz. Ide visz, ide visz. A másfele személy számú emberek világában. Tehát nagyon fontos lenne ez, hogy álljunk vissza a szerepeinkbe, látjátok? Álljunk vissza a szerepeinkbe, ez azt jelenti, a férfiből legyen újra férfi, a nőből legyen újra nő. És közelítsünk a Földhöz. És ez azért is fontos, mert mit akarsz tanítani a gyerekednek? Mit akarsz tanítani a gyerekednek? Hogy kell átvenni a másik embert a nap 24 órájában, mert az a szakmád? Vagy hogy ezt a integetős telefont hogy kell használni, ezt már nem tudod neki tanítani, mert ezerszer jobb lesz benne, mint te. Mit akarsz tanítani a gyerekednek? Azért vagy a világban, hogy az utódaidat kineveld. Mit akarsz nekik megtanítani? És ezért kell a Föld, ezért kell a kiskert, ezért kell visszacsatolni a természetbe. Figyeljetek, ha ez nem elég pofon, tegnapi hírekből idézek, 10 milliárd köbméter jég olvadt el egyetlen egy nap alatt. 10 milliárd köbméter. El tudjátok ezt a mennyiséget képzelni? 10-valány ember halt meg Japánban, hőbutában. Ezek ilyen kis kiszemelt hírek, szemelvények. Tehát ha valaki nem látja azt, hogy nem lehet tovább játszadozni. Van a keresztény liturgiában, nem vagyok híve se a kaotikus egyháznak, se a református egyháznak, de azért a kereszténységen belül van egy-két olyan érték, amit nem szabad kijönteni a fürdővízzel. Van egy olyan ábrázolás, az a neve, hogy Köpenyes Mária. Tehát ugye itt áll Mária Glóriával, itt van a köpenye, és a köpenye alól a megszeppent bűnös lelkek pislognak, mint vakonda palacsintára. Értitek? Ez nagyon sok középkori templomnak egy jellegzetes freskója. Mi a jelentése? Ez ugyanaz, mint amikor elzúdul az atyai frász, ugye, és az anya odáll, és a köpenye alá vonja a gyereket. Ez az a bizonyos sátor, ami még az atya ellen is megvitt. És mivel ő van az élet forrásánál, felülírhatja az atyai akaratot. Ez döbbenetes dolog. Értitek? Tehát úgy képzeljétek el, hogy itt már az ítélet elhangzott. Itt már megy mindenki a lecsóba. De, ha oda tudsz még, van annyi, hogy is mondjam, bűnbánat benned, hogy azt mondod, hogy ezt elkúrtuk, érted, mint a Gyurcsány testvérünkben van, volt ennyi bűnbánat, akkor az történik, hogy ez a bizonyos nagy boldogasszony, ez az áldott állapotban levő föld. Tehát a boldogasszonyság az az áldott állapotban levő női minőség. A nagy boldogasszony az mindnyájunknak az édesanyja. Akkor ez a női minőség meg tud védeni téged, és csak ez. Érted? Tehát, hogyha újra felveszük a kapcsolatot a Földdel, a növényekkel, az állatokkal, egy teljesen más minőségű kapcsolatot, akkor itt csodákat lehet csinálni. És erre a kapcsolatra már rá kell nevelni a gyerekeinket. Tehát, hogy ők már így nőjenek fel, hogy mezitláb, hogy fára másszanak, hogy figyelj, a virtuális valóság az azért van, mert a valódi valóság az nem elég nekik, az szar nekik. És egy gipszkarton kutricában nőnék föl, lehet, hogy én is egész nap simogatnám a telefonomat, érted? De hál' Istennek ott vannak a mangalicák, ott van a 80 hektár, amit kezelésre odaadott a teremtő, tehát nincs idő simogatni a telefont, és a gyerekeknek sincs idő simogatni, és ez lenne a megoldás. Visszatérni a valódi valósághoz. És erről az egész képről annyit, hogy ezt úgy kéne ma megcsinálni, hogy van egy hihetetlen erejű ilyen, hát az egyik utolsó nagy táltosunkat úgy hívták, hogy József Attila. És ezen nem kell csodálkozni, hogy hát akkor hogy kerül a vonat alá, úgyhogy ez egy ilyen világ. Tehát ez annyira
Tehát nézzétek meg Adit, a másik nagy tipperes táltosunkat. Tehát ebbe a világban ilyen minőségben jöhetnek be a táltosok, értitek? Ennyire torz ez a világ. Tehát mire ide születsz, ebbe a mocsokba bemocskolódsz. És ha valakinek nem tetszik, ne szülessen ide. Ha meg tetszik neki, akkor csinálja a dolgát. Nézzétek meg ezt a József Attila verset, hogy kertész leszek, fát nevelek. Minden problémára választod az egy vers. Ez az egy vers. És ez sem véletlen, hogy nagyon sok József Attila vers volt, de valamiért ez lett ilyen, hogy nem tudom hányszor megzenésítették, meg ezt mindenki ismeri, belénk vésődött, érted? Mert annyira fontos. Kertész leszek, fát nevelek. Na most ez is már az első mondatán el kéne gondolkodni, hogy a kertész miért fát nevel, miért nem virágot, meg zöldséget? Mert fát kell nevelni, mert a Kárpát-medence ősnövényzete az az erdő volt. Ehhez kell visszatérni. Tehát fát kell nevelni, méghozzá kertész módján, nem nagyüzemileg, nem John Deere-rel, hanem szépen elültetve a fákat. És ha csak pár száz fát elültetsz az életedbe, akkor már hagytál egy nyomot magad után. Egy elég fényes nyomot. Kelő nappal én is kelek, értitek? Nem délbe kikászálodok az ágyból, meg iszok egy vödör kávét, ami üzemképes vagyok, mert szétcsúsztam a szinkronból. A természet szinkron az úgy működik, hogy minden élőlény már a nap felkelte előtt, elkezd zsizsegni, csicseregni, és amikor kell a nap, akkor az a teljes energia tisztette, fölkelsz. És természetesen nem éjfélig nézed a, mit tudom, hogy milyen szappanoperát, meg simogatod a telefonot, hanem ahogy lemegy a nap, te is lefekszel. Az egyik oka, amiért mindenki el van hízva, hogy amikor lemegy a nap, leáll az emésztésed. De most, ha ilyenkor tolod a izét, a kóla, chips, térerő, szent háromságból a dolgokat, akkor azt már nem tudja megemészteni, tehát legalább fél napig beléd rohad. Tehát kellő nappal én is kérek. Nem törődök semmi mással, csak a beoltott virággal. Tehát leszarom azt, hogy most mi van. Érted? Ez egy adottság, ami most van, ez egy peremfeltétel, de nem kéne, hogy ez ennyire befolyásolja az életemet, hogy minden ember depis. Hát láttatok már depis parasztot? Egy depis kertészt? Hát akkor itt a megoldás, érted? Nem szeded ezeket a szírszarokat, hanem fogod, kimész, kicsit mezitláb el vagy, molyolsz valamit a kertbe, ültesz két növényt, és nem leszel depis, mert teremtesz. Azért vagy depis, mert teremtő vagy. És azért jöttél ebbe a világba, hogy a teremtést belekóstolj, megtanulj eljött. Mit csinálsz? Tök fölösleges Excel táblázatok kitöltésével töltöd az egész életed. És ezt a tudat alatti tudja, hogy ez felesleges, ez olyan, mint a szobabiciklizés. Tudja a tudat alatti, hogy fölösleges, és leszarja, hogy te mit kilóncott a pincébe a projektoros időddel, ami még a madár csicsergést is kivetíti. Érted? Tehát vissza kell a teremtéshez csatolni. Tehát nem törődök semmi mással, csak a beoltott világgal, érted? Tehát ne törődj semmi mással, csak azzal az oltóággal, amit te hozol a teremtésbe, ami te vagy, ami a te mintázatod, ami a te mozaikod a nagy képbe. Ne törődj mással, szard le, hogy mit mond a szomszédod, vagy a főnököd, vagy az anyósod. Tehát az ő élete, vagy a tied? Nem törődök semmi mással, csak a beoltott világgal, hogy van tovább, kórus. Na. Minden beoltott virágon kedvesem lesz virágáról. Ez nagyjából ugyanaz, mint a kis rókát, amikor megszedigíti. Tehát onnantól kezdve, hogy beoltasz egy virágot, kiépítesz egy kapcsolatot, belemész egy szerelembe, stb. Onnantól kezdve nem tudsz szabadulni ettől. Érted? Tehát ilyen nincs, hogy akkor ez semmissé vált. Ezt nem tudom, hogy tudjátok, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az első összefekvés az egy életre nyomot hagy mind a két emberbe. Ezt úgy hívják, hogy telegónia ezt a jelenséget, és ezt nagy állattenyésztők fedezték föl, hogyha egy kancára, egy gyenge mén rákerül, akkor utána a kincsem is jöhet, vagy bárki jöhet, abból soha nem lesz normális utód. Mert az első párkapcsolat az összes többi utódnak meghatározza a minőségét.
Na most ez mindenben így van. Egyébként ugye a vér az, tudjátok, a hagyományban nagyon fontos volt a vér. A vér az az önazonosságot. Ezért kötöttek vérszerződést, ezért volt fontos a vérségi kapcsolat. Na most amikor lefekszel valakivel, akkor tulajdonképpen egy vérszerződést kötsz egy életre. És például ezekre oda kéne figyelni. És ugye az Anasztázia könyvek, ugye az előző előadása arról szólt, kimond egy nagyon fontos tétel, hogy akkor változna ennek a világnak a minősége, az emberi minősége, egy bizonyos szint alatt a nők nem engednének be magukba magot. Értitek? Hát ti vagytok, ti álltok ott a teremtés forrásánál, akit a nő beenged, az benn van. Aki kim van, annak farkas szex. Ül a lyuk mellett, és hogy itt ismerik a férfiak ezt a más nem, akkor havonta egyszer tapasztaljátok ezt az áldásos önmegtartóztatást. Na, tehát oda kéne erre figyelni. A nőknek nagyon nagy hatalmuk van, és pont amit elmondtam erről a világról, hogy hiányzik a női minőség, érted? Ennek újra meg kell jelenni a világba, de nem férfi minőségként. Ez a baj, hogy ma a női minőség férfi minőségként viselkedik, ezért a férfi minőség nem tud beállni a helyére, mert már foglalt egy ilyen kigyúrt, tizé, kockarsú, ott riszálja magát, érted? De ez nem a női minőség. Na, tehát ami a lényege a mondandómnak, ja még a, nézzük gyorsan még ezt a József Attila verset, nem törődök semmi másra, csak a beoltott világra, minden beoltott világom, kedvesem lesz virágáról. Tehát kedvesem lesz, ez azt jelenti, hogy igen, kedvesem lesz, kapcsolatba lépek vele, és újra szövődnek azok a szálak. Körülbelül úgy működik az én, hadd mondjam el, hogy ez végig az én véleményem, jó? Tehát nem a módjé, nem a politikáé, nem amit tudom én. Én körülbelül ennyit látok erről a világból. Na most úgy működik szerintem ez a világ, hogy itt van az Isten. Ebből az Istenből ez a tenger. Ugye az ízek tengerét hívják úgy, az íz az a léleknek a nyelvújítás előtti szava, az ízek tengerét hívták úgy, hogy Isten vagy Isten, a lelkek tengerét. Ebből felemelkedik pára, összeállnak ezek a páracseppek egy esőcseppé. Amit a felületi feszültség tart össze, ez az én. Tehát ez a Géci Gábor, ez a bőrkabát most erre az életre összeállítva, ez az esőcsepp, érted? Ez marha messzi lehull a tengertől, mondjuk 5000 kilométerre. És egész életében ez a célja, ugye forrástörvény, mint minden teremtménynek, ezért a Géci Gábor nevű bőrkabátnak is az a célja, hogy oda visszataláljon a tengerhez. De ez azért 5000 kilométerre van. Tehát ez egy esőcseppnek egy teljesen irreális cél. Ezért az történik, hogy miután ugye mint ahogy befejeződik az ember tragédiája, küzdj és bízva bízzál, tehát valahol bízik a teremtésbe, mint ahogy a gyerek bízik a teremtésbe. Váljatok újra gyerekké. És mégis elindul a tenger felé, érted? És az a szerencséje, hogy a többi birka is elindul a tenger felé, és elkezdenek összefolyni. És ezért fontos a közösség, értitek? Mert egyedül nem jutsz el a tengerig. És ezért nem hiszek a keleti filozófiákban, hogyha te összecsippentett újjal jódlizol a hegytetőn, akkor megvilágosodsz. Érted? Nem fogsz megvilágosodni. Megvilágosodsz, hogy baszki, nem ezért jöttem. Érted? Körülbelül ennyi fog történni. És elindulnak az esőcseppek, és egyre hízik ez a csapat, és a végén együtt visszatalálnak a tengerre. És ez a szép, hogy együtt. Ezért fontos a közösség. És ezért kell újraépíteni a közösséget. Amit nem tudom, hogy mi meg tudunk-e csinálni, de a gyerekeinket jól neveljük, ugye ők ösztönből ezeket a bandázásokkal, ezeket építik újra. Tehát kijön egy gyerekcsapat Magfalvára, általában minden nyílt nap ott van 20-30 gyerek, eltűnnek, majd a következő étkezésre jönnek csak elő, és addig bandáznak. És egymással építenek közösséget, egymást szabályozzák, egymást tanítják, egymást verik orba, stb. De alakulnak. Na ez a lényeg valahol, hogy ez a kedvesem lesz virágáron, akivel én már összefolytam, azzal közös az utam. Teljesen mindegy, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy például a legközelebbi lélekcsoport az, akivel én leszületek, a családom, a gyerekeim, stb. Stb. Tehát gondoljátok el, hogy milyen konfliktusok vannak egy családban, csak erre hadd utaljak ezek a sérülések.
és mégis azért valamilyen szinten kapcsolatban vagyunk, és előbb-utóbb ezek ki fognak bogozódni. Ki fognak bogozódni ezek a problémák, és ők már kedvesem lesznek virágáron. Ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Gyerekek, biztos, hogy az a jó, hogy egész nap nyalja valaki a seggen. Vagy az a jó, hogyha azt mondja, hogy te akkora emeletes ökör vagy, egy normális indoklással, és ezt el tudom fogadni. És változok. Az élet maga a változás. Ha állandóan dicsérgetnek minket, meg mit tudom én mi, az se jó. Állandóan lepofoznak minket, hogy ilyen hülye vagy, olyan szaralak vagy, nem vagy jó semmire, stb. Az se jó. Mindenben van egy egészséges középút, mint a köroszt. De nagyon fontos a kritika, az építő kritika. Én elég sokat gyógyítok, és az én módszerem az a pofonterápia. Tehát adok egy célzott pofont, amitől vagy elmegy a kedve, hogy hozzám jöjjön többet, az is jó, mert akkor nem én vagyok a gyógyítója. Vagy pedig azt mondja, hogy tényleg Cseszki, ekkora marha volnék, és változik, mert az élet a változás. Ez nagyon fontos. Ez a világ azért jutott ilyen állapotba, mert képtelen változni. Mindenre rá van írva, hogy new, érted? Ha a fogpasztához hozzáraknak még 25 ml-t, az new, érted? De mi változik? Gyerekkorom óta annyi változott, velem egy idősek emlékeztek még rá, hogy a fogpasztának, vagy hogy hívják, fogkrémnek ilyen vékony, ilyen cérna, vagy nem cérna, ilyen cipőfűző vastagságú volt a valami, emlékeztek rá? Tehát ekkora nyomot húzott, ekkora luk volt rajta. Most meg akkora, hogy egy ilyen hurka jön ki belőle. Tehát ennyi változott. Az én életem során egy bőrkabát alatt ennyit változott a világ. Mibe változott még? Mondjatok már valamit. Szóval a változás. Na, tehát ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a világom. A legtöbb, amit a másik embernek adhatsz ebbe az életbe, hogy tükröt tartasz neki, őszinte tükröt. Ezért lennének fontosak a jól működő házasságok. Ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a világom, hogy van tovább. Tejet iszok és pipázok. Jó éremre, jó vigyázok. Na most ez nagyon érdekes. Ezen marasokat gondolkoztak, mi az, hogy tejet iszok és pipázok, ugye? És egy érdekes dolog, ugye látszólag mind a kettő káros. Ugye gyakorlatilag tej intoleranciája van már mindenkinek. A dohányzás, megint tudjuk, súlyosan káros az egészségben. Na most, mikor csináltuk az amerikai magot, akkor volt szerencsém úgy tüzetesebben megnézni New Yorkot. Na most, ha van emberi lakhatásra alkalmatlan hely a világon, akkor az New York, mondjuk a Manhattani része. Tehát egy ilyen hatalmas szakadék alján mászkálnak a hangyák, tök sötétben egész nap, minden ehetetlen és minden ijatatlan. De hát itt van egy New York-i barátom, hogy meg tud ebbe erősíteni. Tehát az a lényeg, hogy és mégis találkoztam egészséges emberekkel, sőt, mag egészséges emberekkel. Érted? Na most ez nagyon fontos, hogy minden fejbe dől el. Nem, és olyan szinten fejbe dől el, nem tudom, ismeritek-e azt a kísérletet, hogy ilyen kivégzése váró embernek elmondják, hogy most nem villamosszék lesz, meg nem, mit tudom én, akasztás, hanem leült egy hátrakötözünk egy székre, hátrakötözünk a kezedet, elvágják az ereidet, és kivéreztetünk, jó? És hát persze rábólint az űrje, hogy jó. És véghúznak valamit a kezén, nyilván ő nem látja, csak azt látja, hogy művér kezdenek el alá engedni. Tehát alatta terjed egy vértócsa. És nem az a poén, hogy minden ember meghalt ebbe a kísérletbe, aki részt vett, hanem az a poén, hogy akkora vértócsánál hal meg, amennyi vére, hogyha hiányozna, fiziológiailag meghalna. Most így teremt az ember. Ilyen hihetetlen teremtő erővel, hogy a halálodat is lazán meg. Egyébként biztos hallottatok ilyen, hogy bezárta magát mi a fenébe a hűtőkamrába, és akkor ott be se volt kapcsolva, és megfagyott reggelre, meg biztos nagyon sok ilyen van. Na most ezt jelen pillanatban ellenünk használják ki, ezt a teremtő erőt. Miért? Van egy nagyon fontos dolog, amit meg kéne érteni lassan az emberiségnek. Van egy nagyon jó könyv, na ezt lehet kapni, ez az angyal válaszol, hogyha hozzájutotok. És úgy ossza föl a világot, hogy ásványvilág, növényvilág, állatvilág, ember, az angyali szféra, az arkangyali szféra és a teremtő. Na, hogyha megnézitek, ez a világ
ez a teremtett világ. Ez a világ a teremtői világ. És az emberbe ér össze ez a két dolog. Talán Fekete István fogalmazta meg legszebben, hogy porból és csillagporból vagyunk összegyúrva. Tehát teremtők is vagyunk, és ezt mindig elfelejtjük, nem csak teremnének, érted? És attól függ, hogy mennyit szopsz az életbe, hogy éppen melyik oldalra kerülsz. Tehát, hogy te csak végig szenveded az életed, mert minden a körülmények, ezt nem tudom, azt nem tudom, kicsik vagyunk, ugye kérek engedélyt meghalni. Vagy a teremtői oldalt éled meg, hogy basszus, egy teremtő lény vagyok, egy Isten vagyok, és senkinek nincs joga felülírni ezt a jogomat, értitek? Ez csak te adhatod át másnak a teremtői jogaidat. Átadod a főnöködnek, átadod az államhatalomnak. Miért adod át? És nincs joga. Tehát a saját fejedbe dől el, hogy mi fölött van hatalmat. És ez a szabad akarat. Na de eléggé eltértünk a gyereknevelésnél, hol tartottam? Ja, még a József Attila verset az így. Tehát tehetizok és pipázok, jó éremes, acsalám ezt, azt se bánom, igaz lesz majd a világom. Tehetizem és pipázok. Na, tehát gondold el, hogy ilyen hatalmú teremtő vagy, és minden a fejedbe dől el. Tehát ez a, direkt hoztam egy ilyen demócigit. Na, tehát nézzétek meg, ez egy leányka, aminek a puncia helyén van egy ilyen kiégett izé. És azt mondja, hogy a dohányzás növeli az impotencia kockázatát. De ez semmi ahhoz képest, amit Brazíliában láttam, ott a képen egy ilyen abortusz volt, egy csíktartóba körülrakva csíkekkel. Érted? És emlékszem, amikor elindult ez a fekete mágia, akkor még az volt rajta, hogy a dohányzás rákot okozhat. Most már az van rajta, hogy rákot okoz. Na ez az a lopakodó hittérítés, ami az egész életünkre jellemző. Tehát szépen lassan veszik el tőlünk a jogainkat, érted? Tehát az otthonszülés jogát már elvették, most ugye elvették éppen a gyerekemet, nem tudom otthon nevelni, és szépen lopakodnak. Egyébként általában nézzétek meg, ezeket mindig nyáron hozzák a döntéseket, hogy nehogy véletlenül valaki belepofázva. Hát amikor te Balatonnál vered a gyerekedet, akkor eszedben önült az, hogy hát mit csinálnak ezek a birkák fönn a parlamentbe. De azért hadd kérdezzem meg, hogy ki adott nekik felhatalmazást? Érted? Tehát ezen el kéne gondolkodni, hogy mégis milyen hatalomból élnek ezek. Ki adott nekik felhatalmazást? Szóval az a baj, hogy nem tudunk már józan paraszt észre gondolkodni, amiatt, mert a köroszt miatt a józan parasságból már kiemelkedtünk, érted? Nincs meg a visszajelzés, nincs meg az, hogy egy paraszti gazdaságban mutatja a természet, hogy kell éljél, hogy kell gondolkodnál. Érted? Egy paraszti gazdaságban az van, hogy tartasz egy kutyát azért, hogy megvédjen téged, meg a jószágaidat. És ez a kutya nem a dolgát csinálja, egyszerűen agyonütöd. Ennyi. Nem állatvédők, meg állatmenthely, meg négy mancs alapítvány, agyonütöd. Na jön másik kutya, nem kell beszállni. És az már jobb lesz. Érted? Így javítja magát a természet is. Miért írod fel a természetet? Na, tehát ezt a kutyát azért tartotta a paraszt, hogy vigyázzon rá, és vigyázza a jószágára. És ha ez a kutya nem a dolgát csinálta, akkor agyonütötte. Soroljak ilyen kutyákat? NAV. Rendőrség. ANTS. Hát ez a spicli állózat, hogy hívják ez a védőnői állózat. Aztán ezek mind-mind látszólag értünk vannak, értünk is jöttek, ért létre, de most nem a dolgokat csinálják. Ezt nem kell eltűrni. De ugye ezt mondhatnám a politikusokra. Nagyon népszerű vagyok köztük, de hát ez nem az én bajom, ez az ő bajuk. Nem én választottam ezt foglalkozásnak. Na, ami a lényeg ennek a rendszernek, hogy minden fejbe dől el. Tehát ha te úgy éled meg, hogy ez halált okoz, a mikro halált okoz, kis szolgált, ami nem ökobioenviro, az halált okoz, akkor halált fog okozni, mert fejbe dől el, érted? Ha úgy éled meg, mint New Yorkban az amerikaiak, hogy az az életcélom, hogy a 86. emeletről a 102-re emelkedjek, akkor meg úgy fog megélni, hogy akkor ezek nem számítanak. Nem számít a sarkalja, a lelkesedés nem számít.
a lelkesedés az a benzin bennünk. Ha ez kifogy, meghalunk. Jézus azt mondja, hogy váljatok újra gyermekké, lelkesedjetek. A gyerek az egész életét végig lelkesedi. De miért lelkesedtél utoljára? Itt vannak a bajok, értitek? Fogy a benzin, gyerekek. És ezért kéne egy picit visszakapcsolni a természetben, mert a természetben mindig ott van a benzin, és mindig feltölt. És egy csoda, amikor születik egy kis bárány, vagy amikor előjön a koca a kismalacokkal, vagy amikor egy tököt el lehet kezdeni végre szüretelni, és napok alatt megnő egy tök. És ez egy csoda, érted? Ez nem egy művilág. Na de elemezzük végig ezt a verset. Tehát a tejet iszok és pipázok, ez nagyon fontos, hogy ami a fejedben van, ha az az egészséges, mint ahogy ezer generációkon át az volt az egészséges, pipáztak az emberek. Igen, képzeljétek, 5000 éves agyapipákat találtak a Kárpát-medencébe. Honnan volt dohányuk? Bármit el lehet szívni. Nem ez számít. Tényleg nem ez számít. Hát figyeljetek, olyan gyógynövényes cuccokat lehet csinálni, vagy hát nézzétek meg, na mindegy, jó. Az a gyógyítósát. Jó, jó híremre jól vigyázok. Na, ez egy nagyon fontos, hogy a saját szememben legyen jó hírem, érted? Tehát ami kimegy a világba, az a hírem, hogy az legyen tiszta. Én magam előtt meg tudjak állni, ez a fontos, hogy többiek mit szólnak hozzá ez a leszaró kategória. Tehát csak magaddal foglalkozz. Ez olyan, mint amikor zuhan a repülő, potyognak az oxigénmaszkok, először tedd fel a sajátodat, mert mindenki megdöglik melletted. Mert nem lesz időd már felrakni rá. Tehát magaddal, nem jó a sorrend. Belénk nevelték ezt megint a kaotikus egyház, hogy de hát te legyél önfeláldozó, meg de figyeljétek, a mártírokat csak az oroszlánok szeretik, lehettek önfeláldozóak, csak mindenki utálni fog titeket. Na, tejet iszok és pipázok, jó iremre jó vigyázok. És akkor most már jön a finálé. Mi ez? 3 perc. Ez teljesen jó. Ha már elpusztul, ugye most fáz jön? Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Érted? Tehát ez a világ így is el fog pusztulni, meg úgy is. Egyszerűen azért, mert ez a világ ennek a magállapotába élnek. Érted? A mag az ahhoz, hogy az élet kiszabadulhasson belőle, el fog pusztulni. Ez a természetrendje. Tehát megyünk mi is a lecsóba, a gyerekeink is mennek a lecsóba, de van egy nagyon fontos népdal, hogy 3 piros kendőt veszek, ha felveszem, piros leszek. Piros leszek, mint a rózsa, rám illik a babám csókja. Ugye az ember életének ez a piros, pezsgős időszaka, hogy akkor most ugye, mint a vízbe a bika, hogy lemegyünk a völgybe, és magunkével teszik az összes tehenet, tehát még ez a korszak, ez az embernek a fiatalkora, a pezsgés, a pirosság, a tűzelem. Utána ez letisztul, 3 fehér kendőt veszek, ha felveszem, fehér leszek, mint a hattyú, nem lehet már minden fattyú. Ugye látok egy-két ilyen deresedő betyárt, mint én, tehát amikor az ember őszül, akkor szépen már ezek leválnak róla, ezek a dolgok, és ezt jelzi az embernek a szőrzete. Ott van egy hófehér ürge, a Mikulás, nézzétek, hogy milyen szép fehér feje van. Dr. Texe Gábor egyébként nagyváradi és kolozsvári gyógyító. Na, 3 sárga kendőt veszek, ha felveszem, sárga leszek. Sárga leszek, mint a halál, elrepülök, mint a madár. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember életének van egy ilyen időszaka, amikor már tisztul és készül a halálra. Tehát ezt mindenre meg akarják most spórolni az emberek. Ugye? És akkor kerülgetik, mint a forrókását, azt már 40 kilósak vasárgya, de még mindig nem tudják elengedni, mert az, hogy elengedj, el kell számolni az életeddel. És akkor azt hiszi az ember, jó, hát akkor itt vége a versnek, meghaltunk, stb. De a népdal folytatódik. 3 tarka kendőt veszek, ha felveszem, tarka leszek, mint a világ, nőjön a sírom a virág. Érted? Ami nyomot hagytál a világba, az vagy. Egy cseppel se több. Tehát ez az esőcsepp, amikor felemelkedett, ez annak idején elhatározta, hogy milyen nyomot hagy a világba. Ezt csináld végig. És ennek az egész versnek ez az lényege, hogy ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára a világ, adjuk meg a módját. És ezt a módot úgy tudjuk megadni, hogy ezt a világot először létrehozom. Tehát hagyom a gyerekeimet létbe kerülni, tehát magyarul gyereket vállalok. Tudom, hogy fáj,
tudom, hogy kicsi vagy kocsi, tudom, hogy kevesebb chipset tud tenni, meg nem jut annyi kóla, meg ilyen elektromos orszörtejtől, meg ilyen kurva fontos dolgból kevesebb fog jutni, de lesz egy nyomod. Lesz egy nyomod. És egy fényes nyomod lesz, hogy jól csinálod a dolgokat. Tehát ha megtanítod arra a tudásra, arra a valódi tudásra, amit te az életbe szereztél. Érted? Ez körülbelül úgy, mint ahogy tanítjuk a gyerekeinket, hogy fiam, a kája süt. Érted? Rászólsz kétszer, harmadszor emeltebb hangon, de nem akadályozod meg, hogy megfogja a kályát, mert az ő tapasztalása, érted? És ha nem ezt teszed, akkor korlátok lesznek benne. Ha hagyod, hogy megfogja a kályát, akkor keretek. Tehát figyelmezteted a veszélyeire az életnek, és figyelmezteted a szépségeire az életnek. De nem próbálod megakadályozni se a szépségek megtapasztalásába, se a veszélyek megtapasztalásába, mert az már nem a te életed, az, az ő élete. Szóval én arra biztatok mindenkit, nekem 5 fiam van, és hát még várok lányokra, az asszonytól is. Na, és szóval azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy figyeljünk oda a gyerekeinkre, és ne hagyjuk magunkat. Olyanok vagyunk, mint az indiánok voltak, hogy elherdáljuk mindenünket pár üveggolyóinknek, üveggolyóért, meg pár liter pálinkáért. Ezt ne csináljuk, mert bánni fogjuk utólag. Jó, köszönöm szépen a figyelmet. Örüljetek, még kaptam 5 percet kérdésekre. Kérdéseket tegyetek föl, kérlek titeket. Akár a gyerekneveléssel kapcsolatban, bár ezt jól elcsesztem, azért ezt meg kell mondani. Tehát ma már egyébként minden 5 gyerekem van, de mindegyiknél máshogy csinálnám egy picit. Tehát ez olyan, mint a ház, tudjátok, hogy az ember a harmadik házát tudná rendesen felépíteni. Kérdezzetek. Igen, parancsoljon. Én is egy figyelemzavaros kis. Hát én is egy ADHD-s kisfiút nevelek, és nálunk az a probléma, ugye 10 éves a kisfiú, és nem hajlandó iskolába járni, tehát minden csütörtökön migrénes fejfájása és hányással jön haza az iskolából. A közösségben jól érzi magát, a gyerekek között viszont alternatív iskolába jár, de ott sem találja önmagát. Tehát mi lenne egy ilyen gyerek útja? Családi házban, kettes házban lakunk már ennél. Hát ennek a gyereknek látszik, hogy működik az immunrendszere, tehát hányással védekezik az iskolai oktatás ellen. Értek, én úgy vagyok vele, egyrészt a figyelemzavar az arról szól, hogy nem kapott elég figyelmet, tehát, és ez kiköveteli bármilyen élethelyzetbe, akár az iskolába, akár az iskolán kívül, nagyon sok figyelmet kell és nagyon sok szeretetet. Tehát mindent lehet pótolni, tehát hogyha valaki császárra születik, akkor jó, azért mondom. Tehát akkor be kell, tehát aki császárra született, annak van egy nagy sérülése, az, hogy nem megy át a gáton. Tehát amikor egy gyerek áthalad a gáton, akkor belévésednek a határai, hogy eddig van a bőrkabát, érted? És ez ilyenkor nem tud bevésődni, tehát ezt vagy nagyon szoros pólyával lehet ugye kisgyerekkorában javítani, vagy utána az, hogy ilyen szoros szűk helyeken mászott. Tehát vidd el barlangba, hogy írasd be egy ilyen barlangász bandába, az eleve nagyon jó, mert jobb. Tehát amikor az életet bízod a másik emberre, azért egy más kategória, mint ott a mindennapi életet. Szűkületek, szűk valami, és nagyon sok figyelem. Tehát most megadni neki ezt a figyelmet, ami bármilyen okból, tök mindegy milyen okból, de nem kapott meg. És soha semmit nem kell szégyelni, soha semmit nem kell sajnálni. Ő ezt akarta megtapasztalni, ezért hozzátok jött. Tehát ne legyen bűntudatotok. Az ősvallásban a legfőbb bűn, az pont a bűntudat volt. Hát ezt távolít el az Istentől. Hát ezért nem működik ma a világ. Hát Isten ott vár kitárt karra, de meg bűnös vagyok, bűnben fogantam. Hát csezd meg, akkor csináld, akkor szok végig az életed, mert egy bűnösnek ez jár. De ha meg nem, akkor húzd ki magad, és ugorj már oda az Istenhez. Van-e még kérdés? Igen?
idézőjelben, kötelező oltással kapcsolatban. Nem tudom, valami technikai tanácsot tudsz érni, hogy hogy tudnám megoldani, hogy ne adják le a gyerekeknek. Tehát hogy most egy jelen pillanatban hiába csinálok, akár úgy gondolom, nem biztos. Hát figyeljetek, van, aki Romániába költözik ki papíron, van, aki a Holdra, tehát vannak papíron megoldások, meg vannak. Én azt mondom, figyeljetek, tényleg borzalmasak ezek az oltások, tehát ezt már orvos konferenciákat rendeznek az autizmus és az oltás kapcsolatáról, stb. De azért ne felejtsétek el, hogy minket is beoltottak. Tehát a félelem, ami bennünk van az oltásoktól, az nagyobb, mint az oltásnak. Tehát az több hatalmat ad az oltásoknak, mint az a sok szar, ami benne van. Én azt mondom, hogy az a... Tehát én is bepereltem az államot, nyilván én is elvesztettem. Tehát gyárilag nem lehet nyerni ebbe az ügybe az állam ellen, egyébként semmilyen ügybe. De ami nagyon fontos az az, hogy beadják az oltást, szépen megköszönöd, kiszívod, mint ahogy egy kígyó marást, kiköpöd a francba, és egy kis ecetes agyagot raksz rá, és ennyi. Jó? Minél előbb. Tehát mindenre van megoldás. Olyan, hogy nincs olyan az élet, hogy valamire nincs megoldás. Egyedül magadat tudod lekorlátozni. Akinek meg ugye régen adták be az oltást, annak meg vannak ezek a nozódák, oltást kivezető homeopátiás szerek, aztán van egy csomó olyan anyag, ami később is ki tudja vinni a nehéz fémeket, meg a többi cuccot, nem kell beszarni. Minden megoldható az életben. És hát figyeljetek, ugye a tizedes rendszerről beszéltem itt tavaly, vagy tavaly előtt, mit tudom én már. Figyeljetek, és ugye elmondta a Zubi, aki nem tudom, hol a fenébe van, mert itt szokott lenni, az udvari bolond barátom, hogy amíg nem csináljuk meg, nem építjük újra a tizedes rendszert, addig jutalmunk a létező demokrácia. Ennyi. Tehát nem sírni kell ez, hogy ez sem működik, az sem működik, stb. El kell kezdeni szervezni a tizedeket. Figyeljetek, úgy működik ez a világ, hogy ez a pudvás, öreg, korhat fa, ez itt áll, érted? Az egyik, a, mit tudom én, a maszop az azon hőzörök, hogy hogy lehetne ledönteni a fát, a Fidesz azon hőzörök, hogy hogy lehetne alá betonozni, meg kitámasztani, meg minden, és az összes párt az a csemetéken taposgat. Érted? A csemetét kell helyzetbe hozni. Hagyni kell fellőni, és ehhez közösségek kellene. Ez közösen kell ezt az új képet megalkotni. Nem lesz új király, vegyétek már észre. Nekünk kell királyi magasságba emelkedni. Ez lesz a következő királyság, hogy mindenki király lesz. Mert összeszedi magát, kipucolja a beleit, rendbe rakja az agyát, azt éli, mint Marci Hevesen. Kérdés még? Egy utolsó kérdés. Na itt van az út, kellett nekem mondani. Na, van-e még kérdés? Parancsolj. A másik könyvnek a címe, de így szíves. A másik könyv az az öt sérülés. Ez egy francia, vagy kanadai Joyce, ő is pszichiáter, egy pszichológus. Nem lehet kapni, viszont ezt le lehet tölteni, ezt megtaláltam az interneten. Öt sérülés, ez szól erről az öt sérülésről, amit gyerekkorunkban kapunk, illetve hogy hogy lehet összedrótozni, de még egy picit itt vagyunk előadás után, és akkor be lehet olvasgatni. Úgyhogy ennyi. Van-e még kérdés? Parancsolj! A kimaradt bevésődés vissza lehet? Nem. Nem. Ezen nagyon sokat gondolkoztam én is, de nem. Tehát ez egy olyan mély biokémiai folyamat, hogy ezt valamit lehet rajta javítgatni, de hát ez kb. Olyan, mint a... Olyan, tényleg olyan, mint a születésnek az élménye, tehát ott van egy ilyen sorozat, és nem lehet meg, ez olyan, mint a fogantatást. Meg lehet oldani, hogy úgy jöjjünk be, hogy ne fogantassuk, nem lehet megoldani. Tehát ez azért fontos, mert ez az összesülés egy életre, ez pótolhatatlan. És nem tudom, hogy például a biokémiát hogy lehet fölírni, biztos ki lehetne valamit találni, de... Mondjad, Zubi! Csak egy kérdés meg. Egy kérdés. Hallottatok már a tizedes rendszerről? Köszönöm. Na akkor ne csak halljatok róla, mert fülön keresztül semmilyen gyógyszer nem hat, hanem csináljátok, jó? Ez nagyon fontos lenne. Keressétek egymás kezét, keressétek egymás lelkét. És a kapcsolatok, amiatt tart itt a világ, mert szétestek a kapcsolatok. A szüleinkkel, a gyerekeinkkel, egymással, a közösségek, a természettel, az anyaföldel.
újra kell építeni a kapcsolatokat, és utána százszor szebben, ezerszer fényesebben. Köszönöm szépen.